Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Élő Norbert vagyok, Kőbányán önkormányzati képviselő és a DK-nak a budapesti koordinátora. Arra kérem Önöket, hogy nyugodtan jöjjenek közelebb, tehát nem kell ilyen szétülni. Én azt gondolom, hogy aki itt a drága belépője ellenére a mi szegény pártunkat támogatta és eljött, az megérdemel egy tapsot, tehát magukat tapsolják meg először. Nagyon szépen köszönöm is! Sajnáljuk, hogy így kell rendezvényeket tartani, de hát tudják, amióta nincs frakció, nincs állami támogatás, nagyon nehezen működünk, de működünk, és elég jól működünk. Én azt kérem önöket, hogy továbbra is szeressenek, támogassanak bennünket, jöjjenek a rendezvényekre, vegyenek könyveket, a dedikáláson pedig vegyenek majd részt, és elnök úrnak én átadom a szót ezzel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Nem most egy bocsú bevezetés, holnáltalom a látunk a közösségét. Sajnálhatnám magamat, hogy fáradtak vagyunk itt este felé, de nem vagyunk fáradtak. Nézzenek ránk, nagyon jó állapotban vagyunk. Reggeltől járjuk a környéket, több kerületet, ahogy az elmúlt hetekben vidéken, úgy mai naptól jó néhány alkalommal Budapesten. Kéreckedünk be családokhoz, kéreckedünk be üzemekbe, próbálunk sokkal több személyes élményt, tapasztalatot szerezni és beszélgetni arról emberekkel, hogy hogyan élnek 2012-ben Magyarországon. Hát, hallják? Szóval egy csomó dologban változtam én magam is az elmúlt években, de van, amiben egy tapottat sem. Ma is azt gondolom, hogy ez az ország nem arra termett, ami az elmúlt években történik vele, hogy magyarok ölik a magyarokat. Nem arra termett, hogy ahelyett, hogy közösen beszélnénk arról, hogy mit kell csinálni a következő években, hogy milyen sorsot szánunk a gyerekeinknek, ahelyett az ország folyamatosan múltjában menekül, és az ország lakóinak sokaságát nem érdeklő, az életét nem érintő, ugyanakkor az országot folyamatosan emésztő történelmi vitákba bonyolódik önmagával elsősorban. Egy olyan ország, amely azt kívánja, és azt hallom mindenkitől, hogy azt mondja, hogy békének kellene végre már lenni, hogy lehessen nyugodtan élni. De egy olyan ország, amely egyébként tele van tehetséges, jobb sorsra érdemes emberrel, akiknek az energiája, a tehetsége, a szorgalma, a munkája nagyon sokszor nem saját családjának és a nemzet javára szolgál, hanem szétforgácsolódik ebben a lehetetlen küzdelemben. Tudják rólam, Csabáról is, Norbiról is, Vadi Ági nincs itt, szegénynek meghalt a nagypapája egy pár nappal ezelőtt, lent van édesanyjánál. Amilyen erős az Ági, annyira megviseli egy ilyen családi tragédia. De az Ágról is azt látják, hogy szeret küzdeni. Ezt akartam mondani. Mi is szeretünk küzdeni. De a küzdelmünknek a végső célja az nem az, hogy vereséget mérjünk az ország másik felére. Nem az, hogy az ország egyik fele mindig vesztesnek érezze magát. A küzdelmünk az arról szól, hogy hogyan lehetne túljutni egy csomó gondon, bajon, problémán. Azzal szeretnénk megküzdeni. Időnként a magunk tunyaságával, vagy a magunk csetlő, botló emberségével, azzal szívesen küzdök. Azzal küzdeni, hogyha végre elérjük a célunkat és győzünk, és nyilván el fogjuk érni a célunkat és győzni fogunk, akkor másik sok millió magyar érezze magát vesztesnek, mint ahogy most ezekben az években egy másik pár millió magyar érzi magát vesztesnek, ez egy lehetetlen állapot. Amikor arról beszélek, hogy kellett találni egy pár közös dolgot, akkor nem a saját elveink feladásáról beszélek, egyáltalán nem. Inkább azzal kell szembenézzek, hogy azért ilyen lehetetlen a sorsunk, mert nagyon másként látja az ország egyik fele az ország jövőjét, mint a másik fele. Azért tudnak nálunk szerencsésebb sorsú országokban együttműködni nagy pártok, ebben a percben is Ausztriában nagy koalícióval.
Teljesen természetes, hogy Németországban az volt, és hogyha így mennek a dolgok, gyanítom, hogy újra az lesz. Mert a legfontosabb kérdésekben a legnagyobb politikai pártok egyetértenek. A különbség közöttük nem több, mint férfi és nő között, mindketten ugyanazt akarják, vagy mégis mást, de legalábbis másként. Bár a példa nem biztos, hogy jó, mert vagy Karinti, vagy Örkény mondta, hogy férfi és nő soha nem jut az egyességre, mindegyik mást akar, férfi a nőt, a nő meg a férfit. Hát legalábbis a főszabály szerint, ahogyan mi gondolkodunk a világról, ott lehet ezt másként is gondolni. De azt akarom mondani, hogy a vitánk nem arról szólnak, hogy van egy önmagával bírni nem tudó férfiú, aki most éppen miniszterelnök, Orbán elnök úr. Van egy másik önmagával bírni nem tudó férfiú, aki volt miniszterelnök. Ebben a mesében ez lennék én. És ezek férfias küzdelmet vívnak önmagában a küzdelemért, vagy azért, mert a politikai vagy emberi egójuk azok kibékíthetetlenek. Nem erről szól ez a vita. Ez a vita arról szól, hogy a magyar baloldal, a magyar balközép, az a világ, amihez mi magunkat soroljuk, nagyjából az 1945 után kialakult nagy európai egyességhez tartjuk magunkat. Mi azt gondoljuk, amit Európa szerencsése fele 1945 után közösen összerakott, amelynek nem sok eleme van, de abban a pár elemben széles egyesség van Franciaországban, Németországban, Nagy-Britániában, és nem mondom tovább. Az első, hogy bal és jobb közép egyaránt demokráciát akar. A demokrácia az végső soron mégiscsak az a berendezkedés, amelyben természetesnek tekintem, hogy sokfajták vagyunk, és hogy olyan szabályokat csinálunk, hogy ebből a sokféleségből mindig derüljön ki, hogy adott pillanatban a népakarat az mit támogat, de akit támogat, annak legyen korlátlan hatalma, az éppen kisebbségben lévő véleményeket védeni, oltalmazni kell, szabadon kell engedni őket szerveződni, és mindenki az lehet, akinek gondolja, tartja magát. Azaz az emberi méltóságnak a védelme, ennek a egyességnek, ennek a közös hitnek egy fontos része. Mi ezt gondoljuk? Orbán miniszterelnök úr és a magyar jobbközép nem ezt gondolja. Ők azt gondolják, hogy az igazi magyar csak az, aki a keresztény konzervatív eszmeiséget vállalja. Ezt fektették le az alkotmányukban. Mi azt mondjuk, hogy jöjjön mindenki, aki magyarnak érzi magát, és hadd lehessen az, aki, ő azt mondja, a keresztény konzervatív Magyarország, a keresztény konzervatív eszmeiségre és az ebben osztozókra számít. Ő nekik mi nem vagyunk jó magyarok. Ez egy nehezen kibékíthető dolog. Mi azt mondjuk, hogy az ember méltósága az mindenek feletti. Azt óvni kell. Hogy a szegényt nem lehet bűnözőnek kikiáltani. Hogy nem lehet a cigány bűnözőnek kikiáltani. Hogy nem lehet azt mondani a nőnek, hogy neked az a dolgod, hogy legyél a fakanál mellett és a konyhában, és szüljél, mert akkor vagy rendes anya, és akkor legfeljebb nem érdemelsz pofonokat. Mi nem ezt gondoljuk. Mi ezzel azt gondoljuk, hogy szabadon megválaszthatod az utadat, és sok mindenre jó volt ez az elmúlt pár hét, amikor a vidéket jártuk, de többek között arra is, hogy láttuk a szegénységnek ezer arcát. Nyilván vannak olyanok, akik elesettségüket, mély szegénységüket jelentős részben önmaguknak köszönhetik. Felelőtlenségüknek, ad abszurdum, bűnöző életmódjuknak. Van ilyen. De mi, miközben végtelenül szegény helyeken jártunk, olyan emberek sokaságával találkoztunk, akik dolgozni szeretnének. Akik elképesztően kevés pénzért hajlandóak dolgozni, olyan kevés pénzért, hogy az ember szégyeli magát.
találkoztunk olyan roma fiúval, 30 éves, nem cigarettázik, nem dohányzik, nem azt mondtam, nem cigarettázik, nem iszik. Egy gyermeke van összesen a feleségével, egy szegény telepen laknak. Végtelenül szépen beszélt a családjáról Tamási mellett. 3 napi munka után 1500 forinttal szúrták ki a szemét. De elfogadta és nem balhézott, mert azt mondta, hogy az is több, mint a semmi. Az is több, mint a semmi. Voltunk Rakacán egy borsodi kis faluban, 90% a falunak roma. Olyan takaros házak sokasága, hogy én be kell valljam önöknek, nyilván azért, mert talán bennem is vannak előítéletek. Én azt hittem, hogy rossz helyen járunk. Egy rendezett, tiszta, szép falut láttunk. A kívülről rendben voltak a házak, nem szegény telepen voltunk. Az igaz, hogy amikor bementünk a házakba, akkor olyan végtelen szegénységet tapasztaltunk, amit alig lehet leírni, betonpadlóval, kopottan, ütötten, egy darab ágyjal, egy darab terítővel, a konyhában, párda nélkül 3 darab szék, 1 darab asztal, 1 darab vaskálya mondjuk, és egy félkosárnyi fa. És ezek az emberek 30-40 kilométeres körzetben nem találnak munkát. Annak is örülnek, hogyha a polgármester olyan kegyes hozzájuk, hogy egy-egy hónapra felveszik őket közmunkára, de már ott tartunk, hogy már ingyen is elvállalják a közmunkát, mert akkor legalább megvan az igazolásuk arról, hogy volt egy hónapnyi közmunkájuk, és utána megkapják a 22.800 forintos szociális segélyt. És azt kérdezi tőlem egyik ember, hogy nézze, 1 köbméter fa, ilyen erdész köbméter fa, az 22.800 forintba kerül úgy szintén. Mit gondol? Hogyan tudnám megvenni? Ha egyikük, másikuk ilyenkor arra vetemedik, hogy elhozza a hulladék fát az erdőből, akkor persze sokszor elkapják őket, és akkor lőltetik őket 30-40 napra, de azt gondolom én is magamban, hogy mi a csodát tennék én, amikor a gyerekemnek nincsen már sokadik napja étel a szájában, és nem tudok befűteni a téli hidegben. Mit? Bizonyos értelemben elárvult Robin Hoodok ezek, végtelen nagy szegénységben, és minden remény nélkül, hogy egyszer jobban menjen nekik. Mi azt gondoljuk, hogy a nemzet az őróluk is szól. Mi azt gondoljuk, hogy a szemükben lévő akarat az őszinte és hiteles. És bár lehet, hogy valamikor rosszul döntöttek az életükben, fogalmam sincs. De tiszta, józan, vas akaratú embereket láttunk végtelenül elgyengülve ezen iszonyatos súly alatt. A miniszterelnök azt mondja, hogy csak rajtuk múlik. Mi látjuk, hogy nem csak rajtuk múlik. Nyilván vannak olyanok, sokan kevesen, azt hiszem sokkal kevesebben, mint ezt a mai kormány gondolja, akik szeretnék a munka helyett a segény olcsó forintját megszerezni. Biztos vannak ilyenek. De mindazok, akik küszködnek az életben, azok túlnyomó többsége nem ilyen. Azok nem ilyenek. Mert közöttük vannak tömegesen 40-50 éves, jó szakmával rendelkező emberek falun és városon, akikről úgy tűnik, hogy végleg lemondott el a világ, és szikrája sincs az esélynek, hogy valaki, ha 50 évesen elveszíti a munkáját, kap majd még egyszer. Szikrája sincsen. Igen, mi azt gondoljuk, mondom a következő tételben, hogy a szabadságnak része az, hogy Európában, de a világon is, valamennyi sikeres országban, a gazdaságban legalábbis. Versengünk azért, hogy melyikünk a jobb, melyikünk az olcsóbb, melyikünk a sikeresebb, melyikünk az innovatívabb.
hogy megmérjük a teljesítményünket, és aki sikeres, az nyilván sokkal jobban él. Ha sikertelen, elbukik, akkor majd újrakezdi. Igen, azt gondoljuk, hogy a szociális piacgazdaságban abban a legfontosabb érték a kezdeményezőkészség. Hogy többre akar jutni valaki. Hogy van valami ötlete és fantáziája, hogy nem elégszik meg azzal, ami van. Hogy a siker az nem rossz, hanem jó. A miniszterelnök az államban hisz. A miniszterelnök a kormányban hisz. Nem is csak az államban, hiszen látják, mit csinál az iskolával, mit csinál az egészségügyel. Már az sem jó, ha valami önkormányzati rendelkezésben vagy üzemeltetésben van. Ő csak annak hisz, amit közvetlenül ő irányít. Vannak ilyen országok. Mi is megpróbálkoztunk ezzel. Nem azért lehet nehéz a sorsunk a 90-es években, mert jött a rendszerváltozás, hanem azért jött a rendszerváltozás, mert az, amit próbáltunk, az, ha nem jön rendszerváltozás, akkor szemünk láttára rogyott volna össze, önmaga súlya alatt. Értjük a nosztalgiát, de az a világ, amelyik nem arra épít, hogy mindegyikünk többet akar egy kicsikével, és ez megméretődik, az a világ előbb-utóbb elveszíti a teljesítményét, alulmarad a versenyben, azok az országok sikeresek, amelyek erre építenek. Arra, hogy az ember tele van vágyal, hogy jobb legyen, hogy jobban akar élni ezért, azon jár az esze a feje, hogy mit csináljon. Volt ma is olyan vendéglátónk, itt van most az első sorban, aki sokadik vállalkozását csinálja, alvállalkozóként, kisvállalkozóként, egyéni vállalkozóként, és azon jár a feje, hogy mit kell csinálni másként. Megint sokadszor bajban van, mert megint sokadszor el fog veszni az a világ, az a piac, ami eddig működött, de az hajtja előre az életet, hogy az emberek gondolkodnak, nem a miniszterelnök gondolkodik csak, hát az nem baj, hogy gondolkodik, időnként vannak kételjeink, hogy a mai miniszterelnök gondolkodik-e, vagy csak ösztönből cselekszik, hanem az ország egésze. És nem megyek végig ezen az utom, szervusz, örülök, hogy látlak. Még egyetlen egy dolgot hadd mondjak. Igen, Európa azt gondolta sok véres háború után, hogy ahhoz, hogy ne legyen még egyszer háború, ahhoz Európa nemzeteinek össze kell fogni, egymást is kell ellenőrizni, le kell bontani a határokat, engedni kell, hogy az európai nemzetek fiai és lánya jobban megismerjék egymást, szabadon utazzanak, és hozzunk létre egy közös nagy Európát. Mi, mint a demokratikus koalíció úgy gondoljuk, hogy ennek az államnak a vége az Egyesült Európai Államok kell, hogy legyen. Hozzáteszem, ezt leginkább a magyar politikában csak mi gondoljuk így, senki más nem mer eddig elmenni. Mi sem gondoljuk, hogy ez holnapi cél, de azt gondoljuk, hogy történelmi távlatban, ha Európa versenyképes akar lenni, akkor a nemzetek kultúrájának, nyelvének, a régiók önállóságának megtartása mellett ebből egy nagy, közös, gazdasági, politikai térségnek kell lennie. A miniszterelnök nem erről beszél. Ő azt mondja, hogy a nyugati vitorlákba a keleti szelet kell befogni. Kérem szépen, az elmúlt két és fél év azt mutatta, hogy keletről szél, olyan, ami Magyarországot elindítaná, nem fúj. Ami meg nyugatról jön, az meg úgy látom, hogy tépkedi Orbán hajójának vitorláját, tépkedte jó darabig, mostanra persze már, ahogy látom, nagyon sokan csak legyintenek, lemondanak erről a kormányról, nem tekintik partnernek, nem tekintik együttműködésre alkalmas vezetésnek. Igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy végtelen szomorúan kell mondanunk, de Magyarországra nagyon sokan mostanában, de legalábbis a magyar kormányra, így talán pontosabb, hát legyintenek. A vitáink tehát mélyek és súlyosak. Én azt gondolom,
hogy miközben a jobb oldal szeret beszélni nemzetről és hazáról, ma a nemzet és a haza igazi érdekét a bal középen képviselik. Azokat tekintjük a történelemben hazafiaknak, akik a szabadságért küzdöttek, nem pedig a szolgaságért. Ha most is azokat tekintjük hazafiaknak, akik a szabadságért küzdnek, nem pedig a szolgaságért, akkor a hazafiak elsősorban a bal oldalon vannak. Azért, mert a történelem kerek arra visz bennünket, hogy csak a szabadságból lesz jólét. Tartósan csak a szabadság teremt élhető világot. A szolgaság nem, vagy csak nagyon keveseknek, de nem kevesek jólétét szeretnénk, hanem valamennyiünkét. Ez a fő vita, hogy ilyen viták közepette lesz-e Magyarországon egyesség, hogy meg tudunk-e békülni önmagunkkal. Hát ezt nem tudom. Nagyon kívánnám. Nagyon szeretném. Azt gondolom, hogy ez állna az ország érdekében. Le lehetett fordítani persze a mai nap nyelvére is. Igen, azért küzdünk, hogy drámai, tragikus vereséget mérjünk a hazai jobb oldalra 2014-ben. Ezért küzdünk. Azért... Halló. Csak közben vetkőzni akarok. Nem azért, mert bemutatnám a vetkőző számomat. Nem azért, mert ne tudnánk elviselni. Mi a baj? Jó ez így? Hát így ki, jó, hát jó van, na. Lógott a lógóm. Na, ilyen már mással is megesett. Ugye, fiúk? Ha csak úgy nem. Nem azért mondom az, hogy drámai, tragikus vereséget kell mérni a jobb oldalra, mert én, a Molnár Csaba, a Mesterházi Attila, a Bajnai, és mondhatnám tovább, nem tudná elviselni, hogy Magyarországon erős jobb oldal van. Dehogy nem. Talán mondhatnám, hogy mi lennénk a legboldogabbak, hogyha a világ természetes dolgaként lehetne felfogni, hogy jó, hát időnként nekik van többségük, időnként nekik van többségünk. Látják, a modern országokban a bal-közép és jobb-közép között Amerikától Németországig, Franciaországtól a bánat tudja meddig, 1-2 századéki különbségek szoktak lenni. Azért van ez így, mert a választók, a lakosság jelentős része számára egy pont után majdnem csak ízlésbeli különbség, hogy ide szavaz-e vagy oda szavaz. Politikában olyan kis különbségek vannak már ott a közép környékén, a nagy pártok környékén, hogy majdnem a véletlenek döntik el. Apró hangulatok, jól kitalált kampányok, némi előfeszítés, hogy hol ez, hol az, illetve hát megunják egy idő után az egyiket, természetes módon jöjjön a másik. Ez így normális. De tudják, azt gondolom, hogy nem igaz az az állítás, hogy Magyarországon azért ilyen a helyzet, mert két egymást kibírni nem képes oldal veszekszik, vitatkozik egymással. Nem azért ilyen. Azért, mert van egy olyan politikai oldal, amely kizárólag önmagát tekinti a haza letéteményesének, van egy olyan oldal, amely nem fogadja el a másik létezését, van egy olyan oldal, amely nem fogadja el a mai világ, mondjuk úgy, az európai mentalitás, kultúra, gondolkodás meghatározó voltát, és ez permanens belpolitikai háborúskodáshoz vezet, mert folyamatosan a létért kell küzdeni mindazoknak, akik nem velük vannak. Ennek a legocsmányabb része, hogy létért kell küldeni annak a vállalkozónak, aki nem áll be a Fidesz vagy Simicska világában, mert akkor térdre is imára, mert megnézheti magát. A létért kell küzdeni annak a pedagógusnak, akinek a mai kormánypárti polgármestere, mai kormánypárti igazgatót választva, kiderül, hogy ő nem a kormánypártokra szavazott. A létért kell küzdeni azoknak a fiataloknak, akik olyan tömegben hagyják el az országot, hogy ezekben az években
nagyobb lesz Magyarország embervesztesége, mint 1956 után. Mint 1956 után. Ez iszonyatos. Ahhoz, hogy Magyarországot sikeresen lehessen kormányozni, ahhoz, hogy ki lehessen kerülni azt a csapdát, amelyet a mai kormány felállított a mi számunkra, az új alaptörvénnyel, az abból fakadó kétharmados törvények sokaságával, a független állami intézmények élére kinevezett pártkatonák sokaságával, nyilván az utolsó csepp a pohárban a jegybank elnöke lesz majd, Simor András jövő márciusban távozik, és ne legyen kétségük, ne legyen kétségük, nem egy független embert fogod a kinevezni, hanem valakit, aki a mai miniszterelnökhöz személyesen kötődik, valakit, akit a miniszterelnök tart a markában, és egy ilyen ember, ha a Fidesz elveszíteni a hatalmat, nem együttműködő partnere lenne az új kormánynak, hanem áldáz ellenfele és ellensége, nem az országot, az ország alkotmányát kívánná szolgálni, hanem párt megbízóját és tartóját. Gondolhatják sokan, hogy ez mindig így volt. Nem így volt. Nekem 2006-ban, 7-ben jegybank elnököt kellett jelölnöm. Szerintem 7-ben. Sokaknak volt tanácsa. Az én pártomból is sokaknak volt tanácsa, az akkori pártomból. Én mégis olyan embert kerestem, aki független volt az én pártomtól, független volt tőlem, akiről úgy tartotta a világ, hogy kellően önálló személyiség, szakember ahhoz, hogy a jegybank alapfeladatát, azt a jegybank függetlenségével megtámasztva tudja elvégezni. Simor András soha nem volt kollégám, soha nem volt barátom, soha nem jártam vele össze, soha nem politizáltam vele, és folytathatnám, mert tudtam, hogy ez az ország érdeke. Mert tudtam, hogy a jegybankot nem elfoglalni kell, hanem biztosítani kell a működéshez szükséges feltételeket. Amikor a médiahatóság élére kellett jelölnem, közösen a köztársasági elnök úrral, akkor felhívtam a köztársasági elnök urat, Sólyom Lászlót, és azt mondtam neki, hogy elnök úr, azt javaslom önnek, hogy Majtényi László legyen a médiahatóság. Az a Majtényi László, akiről teljesen nyilvánvaló, hogy soha nem állt közel a Magyar Szocialista Párthoz politikailag. Az a Majtényi László, akiről, ha nem is köztudod, én elmondom önöknek, soha nem volt vele érdemi személyes kapcsolatom, szakmai természetű az igen. Az a Majtényi László, aki akkor, amikor a nagypártok, az egykori Danubius és Láger rádió frekvenciájával minden jel szerint, és akkori gyanunk szerint is ronda, tisztességtelen játszmába kezdtek, ez a Majtényi László volt elég erős, tisztességes és bátor azt mondani, hogy ez nincs rendben. Nem tudta megakadályozni. Saját testületnek pár delegáltjai megkötötték a maguk alkujait, minden bizonnyal mondom én, hiszen ki tudja ezt bizonyítani. Kisebbségbe szültatták az elnököt, de nem tudták az elnököt megfélemlíteni, megvásárolni, bármi másra tenni. Ez a tisztességes magatartás. És mi ezt folytattuk. Az önök akkori miniszterelnöke így működött. Ez a miniszterelnök nem így működik. Ha túl akarja élni a következő reményeink szerint balközép színezetű kormány, a választások utáni, a győzelem, a remélt győzelem utáni csak első pár évet, akkor nem elég neki picikét győznie. Nem elég neki. Az lehet csak a cél, hogy új kétharmada legyen a balközépnek, az új kétharmaddal állítsa vissza a 2010 tavaszáig érvényes alkotmányosságot, állítsa helyre az ebből fakadó kétharmados törvényeket, és tekintse illegitimnek mindazokat az állami kinevezetteket, amely az egyébként nem legitim új alkotmány szabályának megfelelően nyertek kinevezést. Azért, mert az alkotmány nem lehet egyetlen egy párt alkotmánya, azért, mert az alkotmány megbecstelenítése, ami történt
2010-et követően, vissza kell menni addig a pontig, ameddig az alkotmány mögött az ellenérdekű felek kompromisszuma állt. Ez a pont pedig a 2010 tavasz. Ehhez, hogy ezt megtegyük, ehhez nem kell nekünk a Fidesz támogatása. Sőt, igaza van Majtényinak, ebben nem is vehetnek részt. Mert azok, akik meggyalázták az alkotmányt, akik erőszakot követtek el rajta, azok nem lehetnek ott akkor, amikor ezt az alkotmányt meggyógyítjuk. Ezt követően persze, ha újra valaki alkotmányozni akar, akár csak mi, akár kétharmaddal, azt már magunkban nem tehetjük meg. Mert az alkotmány módosítás kétharmados igénye, az nem matematikai szabály. Abban az üzenet van, hogy mindenkori kormánynak és ellenzéknek meg kell állapodni. Akkor is, ha a kormánynak kétharmada van. Ez akkor is igaz, ha reményeink szerint nekünk lesz kétharmadunk. Tudom, mondhatják azt, hogy dőreség azt kívánni ma, hogy nekünk kétharmadunk legyen. Nem annyira dőreség. A legutolsó felmérések szerint 6-7% ponttal 500 000 emberrel többen támogatják Orbán demokratikus ellenzéki pártjait, mint a Fidesz-KDNP-t. Az nagyon sok. Mindezt most, 2012 őszén, amikor még hátra van másfél év, és cudar másfél év van hátra. Akiknek eddig fájt élni Magyarországon, nem akarom őket rémizgetni, azoknak jobban fog fájni. Nincs ember, nincs kutató, aki ne azt mondaná, hogy jövőre még további 3-4%-kal csökkennek a reáljövedelmek. Nincs ember. Ha ennyivel csökkennek a reáljövedelmek, akkor legalább ennyivel fog csökkenni a fogyasztás is. Olyan családoknál voltunk, ahol hónap közepén már nem volt 1 kiló lift sem a dobozban. 1 kiló lift sem. Olyan családoknál, ahol a gyerekek fél szelet üres kenyeret visznek el az iskolába ennivalónak. Olyan családban, ahol a hónap elején lehet, hogy egy pár napig a gyerekek nem mennek iskolába, mert mi nem tudják megvenni a bérletet. Hetente kapnak fizetést, tudják jól, és ahol hetente kapnak fizetést, ha nem jön ki jól a sorrend, akkor egy pár napig éppen nincsen bérlet. Ezeken az embereken nincs mit tovább szorítani. Nincs mit. Ezeknek az embereknek lélegzethez kell jutni a végre, mert nem bírják tovább a terheket. Én azt gondolom, hogyha a magyar ellenzék érti a dolgát, akkor történelmi vereséget lehet mérni a magyar jobboldalra 2014-ben. Ahhoz, mit jelent az, hogy mi értjük a dolgunkat? Nézzük, a legelső és legfontosabb, azt gondolom az, hogy össze kell fogni a magyar demokratikus ellenzéknek. Persze sokfajták vagyunk. Nyilván nem ugyanúgy gondolkodik a Magyar Szocialista Párt, mint a demokratikus koalíció. Nem úgy gondolkodunk, mint a lehet más a politika. Nyilvánvalóan lehetnek vitáink az új civil mozgalmakkal, bár láthatóan mostanában politikai pályára lépnek. De a nagy kérdésben, hogy Magyarországot vissza kell vezetni egy normál, emberi, európai útra, hogy helyre kell állítani az alkotmányosokat, ebben én szerintem nincsen közöttünk vita. Eddig a pontig azt gondolom, hogy mindenképpen együtt kell működni. Ezt követően, hogy milyen legyen a családtámogatás. Abban lehet, hogy nem értünk egy. De abban meg előbb-utóbb lehet kompromisszumot találni. Meg ahhoz már csak elég 51%-os többség, ahhoz már nem kell a kétharmad. Akik együttműködnek a kétharmadban, az alkotmányosság helyreállításában, azoknak nem feltétlenül kell együttműködniük. A szokásos napi kormányzati tennivalókban, mert azt egy egyszerű többséggel el lehet végezni. Mi a demokratikus koalíció legelejétől az együttműködés pártján állunk. Azért, mert azt gondoljuk, ez adja a legnagyobb esélyt az új kétharmad megszerzésének. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a történelmi felelősségünk. Az is igaz, hogy talán mi vagyunk az egyetlenek, és ebben nyíltabban fogalmazunk, mint akár maga az érintett, akik azt mondjuk, hogy ennek az együttműködésnek az élén szívesen, jó érzéssel látjuk Bajnai Gordont.
Hát nagyon nehéz dologra vállalkozott a volt miniszterelnök. Nagyon nehéz dolog. Láthatóan nem könnyű összehozni egy asztal köré a demokratikus ellenzéki pártokat, mozgalmakat. De én úgy látom, régóta ismerem, vagy 30 éve legalább, hogy neki lehet ehhez kellő türelme, képes talán az ehhez szükséges kompromisszumokat létrehozni, összekalapálni. És természetesen nem gondolnám azt, hogy őt kell támogatni akkor, ha csak ennyit látnék benne. Azt gondolom, hogy sikeres lehet abban a nagyon nehéz kormányzati periódusban is, ami 2014 után ránk vár. Ugyanakkor nem lehet sem őt sürgetni, sem senki mást. Nem lehet sürgetni a pártokat. Látjuk, hogy milyen végtelenül nehéz az együttműködésre vonatkozó döntés az LMP-ben. Én érteni vélem, hogy miért nehéz a döntés az LMP-nek. Én arra intem magunkat, az én körülöttem lévőket, hogy ne bántsák ezért az LMP-t. Hagyják, hogy ők előbb-utóbb eldöntsék, hogy mit akarnak. Látjuk, hogy vezetői között van vita ezekben az ügyekben. De nem kell dörzsölni ilyenkor a markunkat. Nekünk ettől nem lesz jobb. Ha a végcél az, hogy találjunk egymásra előbb-utóbb, akkor nem jó, ha bárki is kárőrvendő ebben a dologban. Bennünk nincs egy csipetnyi sem. Látjuk, hogy nem egyszer egy ilyen döntés az MSZP-nek. Nézzük, az MSZP 3-szor nyert választást Magyarországon. A 6-ból. Az MSZP magát nem csak történelmi okoknál fogva ezek szerint, de most is jelentős támogatottság okán természetesen úgy gondolja, hogy neki jelentős befolyásának kell lenni a jövő történésére. Ez bűn, dehogy bűn. Az, hogy van ambíciója egy politikusnak, a párt elnökének, az bűn, az lenne a baj, hogyha nem lenne ambíciója. Ezek természetesek. Hogyan lehet egy pártnak, egy politikusnak az ambícióját okosan, türelemmel összehangolni, összeilleszteni a közös nagy érdekkel? Én azt gondolom, hogy felelősséggel mindkét oldalon, meg türelemmel. Nem kell sürgetni, nem kell naponta megkérdezni a szocialistákat, hogy mit akarnak. El fog jönni az idő. Úgyis maguk döntik el, a választók, hogyha maguk ebben álhatatosak, hogyha ezt közvetítik, akkor meg fogják érteni. Addig meg egyébként is, hát nyilván sokkal okosabbak leszünk, sokkal több információnk lesz. Voltak nekünk vitáink a Millával. Ezek a viták két ponton elvi természetűek voltak. Arról szóltak, hogy lehet-e sikeres Orbán leváltásában egy civil mozgalom, vagy ahhoz mindenképpen politizálni kell, hiszen a végén pártokra kell szavazni. Látják, az új választási törvényben is csak pártokra lehet szavazni. Egyesületre nem. Mármint, hogy pártlistát állítani. Tehát a kérdés megoldódott. A Milla a szolidaritással, a Bajnai Féle Hadi és Haladással lényegében azt mondta 23-án, hogy politikai szerepre vállalkozom. Ez nagyon helyes. Ez egy világos beszéd. És innentől kezdve nagyon könnyen össze lehet rakni azt, hogy miben lehet együttműködni. És volt még egy dologban vitánk. Abban, hogy miközben természetesen tekinthetünk nagyon kritikusan az elmúlt 22 éve, de hát mindenre úgy kell tekintenünk, hogy megnézzük, hogy mi volt benne a jó, mi volt benne a rossz. És nyilván nem volt hibátlan a rendszerváltás után követő első 20 év. De nem lehet ezt a 20 évet és az azt követő kettőt egyenlőségjellel összekötni. De majdnem Gordon ezt világosan elmondta 23-án. Innentől kezdve nincsenek viták. Ma van kedd, akkor tegnap ült le Molnár Csaba Juhász Péterrel, a Milla vezetőjével, egy kávéra, ahogy a normális emberek. Mit mondtam? Mit este volt? Ezt mondta az ATV-be?
És én mit mondtam? Töröljék a jegyzőkönyvből. Mi van ma? Kedd? Akkor tegnap ült le Molnár Csaba Juhász Péterrel, a mindegyik vezetőivel, egy mézes teára, úgy, ahogy ezt normális, okos, felelős emberek szokták tenni. És normálisan beszéltek erről a dologról. És nyilván eloszlattak egy csomó félreértést. Eloszlatták például azt a félreértést, hogy a demokratikus koalíció valaha is jelentkezett volna az Együtt 2014 mozgalomban. Nem jelentkeztünk. Szimpátiával figyeljük, hogy mi történik. Miért is kellett volna jelentkezni? Nem is világos még, hogy hogyan képzelik el az együttműködést. Hát ugye arról beszélnek ők is, hogy még dolgoznak rajta. És teljesen normálisan abban állapodtak meg, szerintem ez helyes, ha van vita ezen az oldalon, akkor föl kell hívni a másikat. És meg kell kérdezni, hogy te tényleg jól hallottam, hogy azt mondjátok? Tényleg? Íjünk le, beszéljük meg. Nincs ennek semmi értelme, hogy van egy nagy közös ellenfél. Orbán önkény uralva. Mi pedig ezzel szemben állva demokraták, ehhez képest nem túl fontos ügyekben, mondjuk elkezdünk nyilvánosan vitatkozni. Nem túl. Nincsen, azt hiszem, hogy rendben. Ráadásul, különösen nem akkor, amikor kiderül, hogy itt félreértések sokasága is van, amelyeket valaki vagy tudatosan, vagy hát véletlenül létrehoznak. Én egyébként azt gondolom, hogy a tekintetben, hogy létre lehet-e hozni egy ilyen együttműködést, abban optimista vagyok. Azt gondolom, hogy most ezt diktálja a politikai szükségszerűség. Erre lesz nagyon nagy nyomás. Ebbe az irányba lesz nagyon nagy nyomás. De ha minden a legjobban fog elsülni, ha lesz együttműködés, ha nyerünk 2/3-dal, akkor sem lesz máról holnapra sokkal könnyebb az ország sorsa. A legfontosabb plánit meg kell tanulni közösen, a politikusoknak azt, hogy ilyet nem szabad ígérni, tessék megnézni, hogy a 2/3-dal rendelkező mai kormányhatalom mit tudott beváltani az ígéreteiből, tessék megnézni, pedig ha van az akaratnak bajnoka, akkor a miniszterelnök egy ilyen bajnokságon elindulhatna. Kettő, meg kell tanulnunk nekünk választóknak közösen azt is, hogy hát mi az, ami reálisan elvárható, és mi az, ami nem? Mi az az ígéret, aminek felülünk, és mi az, aminek nem? Hogy nem lehet megkapni ajándékba, mint egy karácsony ajándékot, egy családnak, egy országnak a jólétét, azért küzdeni kell. Küzdeni kell. Olyan világot kell teremteni, amelyben van értelme a küzdésnek. És akkor a többség küzdeni fog érte, hogyha annak van jutalma. Akik meg nem tudnak küzdeni, azokért meg ki kell állni. Mai napon hozott az Alkotmánybíróság egy nagyon fontos döntést, nyilván önök már hallották, talán olvashatták részletesen is. Én reggeltől úton vagyok, én csak a hírt ismerem. Alkotmány ellenesnek találta azt a szabályozást, amely mondjuk úgy, hogy fedéltelenséget, a hajléktalanságot, így hívják már, a hajléktalanságot lényegében bűnnek tekintette. Nézzék, ez egyik oldalról persze világosan mutatja azt a gyalázatot, ahogyan ez a kormány gondolkodik. Világosan mutatja. A másik oldalról mutatja azért, hogy talán van még remény, hogy minden nem veszett el az alkotmányosságból, az emberi jóérzésből, a tisztességből, hogy bár lehet csorbítani az Alkotmánybíróság jogköreit, de ez nem tud olyan messze elmenni, hogy legalább az ilyen nyilvánvalóan embertelen, tisztességtelen szabályozást azt nehezik hatályon kívül. Ez mindenképpen talán a mai napnak a legjobb híre.
Egy picit magunkról. A demokratikus koalícióról. Hát most voltunk egy évesek. Én egy hajszállal idősebbnek nézek ki, a Csabán látszik a pár gyengesége. Ez a kettőnk közötti munka megosztás. Én továbbra is azt gondolom, hogy helyes volt létrehozni a demokratikus koalíció. Továbbra is ezt gondolom. Ezt gondolom, mert hiányzik a magyar politikai életből egy olyan balközép, szabadelvű tömörülés, amely igent mond, korábban mondtam, az Európai Egyesült Államokra. Igent mond hezitálás nélkül a szabad identitás választásra. Arra, hogy szabadon megélhesse mindenki azt, amilyennek született és amivé vált. Nem mérlegelem azt, hogy jó-e az, amikor a Facebookon engem összetört sorsú és az összetört sorsnak az artra is kiülő vonásaival fényképezett cigány emberrel mutogatnak. Nem törődök vele. Nem törődök vele akkor, amikor kiállok azokért, akik saját nemükbe szerelmesek, mert azt gondolom, hogy ez nem a mi ügyünk, ez az ő ügyük, akik itt szeret. És egy cseppet sem gondolom, hogy vissza kell fognom magamat akkor, amikor olyan törekvéseket látok ettől a kormánytól, az állam végrehajtó fejétől, hogy nem ismeri el, hogy az egyháznak lehet, vagy az egyházaknak lehet befolyása a lelkek fölött, de nem lehet közvetlen és direkt közhatalmi funkció és befolyása. Az államnak egyetlen egy dologa van, biztosítsa a szabad vallás gyakorlást, a hit megvallását, és biztosítsa, hogy az azonos hitűek, azonos vallásúak saját vallásos egyházi közösségeiket létrehozhassák és szabadon működtessék. Ebben nem gondolkodom azon, hogy én ezt elmondom, akkor ez mennyit hoz, vagy mennyit visz. Nem gondolkodom azon, hogy azt mondom, hogy nem lehet mocskosan pártot finanszírozni. Nem lehet. Nem felmentés az, ha valaki a saját politikai közössége számára lop. Nincsenek kis bűnök, meg nagy bűnök. Ez nem úgy van. Ha magamnak sikkasztok, akkor bűnöző vagyok, ha a pártomnak sikkasztok, hát akkor az belefér. Ezek az ügyek bennünket egyre inkább elválasztottak. A Magyar Szocialista Pártól. Mi, és én személy szerint, a választók túlnyomó többségével szemben, és attól tartok, hogy az itt ülők közül is sokan úgy gondolják, hogy az, amit rendszerváltozásnak hívunk, bizonyos értelemben kisiklása volt a magyar történelemnek, és jobb lenne visszacsinálni. Értem a nosztalgia okát, és nem hibáztatok senkit. De kérem, ha én politikus vagyok, akkor nem mondhatom azt, amit maguk tőlem hallani akarnak. Azt kell mondanom, amiből azt hiszem, hogy jó a hazámnak. Márpedig a hazámnak ez a jó. Sokszor mesélem a példát, nem tudom, önöknek meséltem-e. Nézzék el, nincsen benne semmilyen nagy képűség. Nem jut eszembe sohasem önmagamat Adihoz hasonlítani. Adi azon nagyon kevesek között volt, aki 1914-ben azt mondta, hogy a pokolba kívánja az éppen kitörni készülő háborút. Ő nem akar neki menni a szerbeknek, hogy megvédjük Boszniát. Szerinte ez tragédiába fog torkolni. Tisza István nem így gondolt, és az ő kormánya. De hozzáteszem, nem csak ő, az emberek sokasága nem így gondolta.
vesszenek a szerbek kiáltással, aranyos virágos mentében búcsúztatták a katonákat, és indítottak őket útnak. Az ország lelkes volt. Tisza pedig, Adi pedig a hazaváruló. 1919. januárjában, két hónappal a monarchia szétesése után, hozzáteszem, de facto Trianon megtörtént, még akkor is, hogy az csak júniusban jött 1920-ban, szétesett az ország maga, és a történelmi Magyarország megszűnt. Szembesülve a háború nyomorával, következményeivel, Adit a Nemzeti Múzeum kupolatermében, csarnokában itt pontos ravatalozzák fel, és fedetlen fejjel férfiak tízezrei és asszonyok tízezrei, gondolom nem fedetlen fejjel kísérték ide a Fiumei útig. Addig csak azért, mert a többség a háború pártjánál nem volt hajlandó a háború pártjára állni. A nemzet 4 évvel később, 5 évvel később megértette. Mi a Csabával ketten vagyunk igazából csak azok a magyar parlamentben, akik kiálltak azért, hogy nem lehet a határon túli magyaroknak automatikusan magyar állampolgárságot adni. A szocialista párt nem volt ilyen bátor. A többiekről nem is beszélve. Volt olyan kollégám, társam, nem mondom a nevét, nagyon tisztelnék önök, hát miért mondanám el, ki azt mondta a szavazás előtt, a mi pártunkban van, vagy most a mi frakciónkban van, hogy Feri, nem merek. Nem mer szavazni, mert attól félek, hogy megyek hazafelé a szavazás után, és a sarkon meg fognak verni. Nem merek. A tartózkodásra szavazott. Amihez szintén nagy erő kellett. De talán olvasták tegnap Markó Béla interjúját. Népszabadságban. Markó Béla életébe először elmondta azt nyilvánosan, amit nekem elmondott annak idején 4 szem közt. Azt, hogy nem tartja helyén való. Hogy azok szavazzanak Magyarország dolgairól, akik életvitelszerűen nem itt élnek. Mert a szavazás arról szól, hogy hogyan rendezzük be azt a Magyarországot, amelynek van egészségügye, nyugdíja, szociális rendszer, és nem folytathatom. A szavazásnak, a döntésnek a következményeit azok fogják viselni, akik itt élnek. Ez nem egyszerűen arról szól, hogy ki hol fizet adót. Arról is természetesen. Mert az állampolgári kötelezettség, hanem arról is szól, hogy az ember olyan döntésben vegyen részt, amely döntésnek visel a következményét. Sokszor elmondtuk, ha egyszer állampolgárság adásával próbáljuk ezt a történelmi szörnyűséget, amit a világháború elvesztése az első és az azt követő békeszerződés Trianon hozott, ezzel próbáljuk meg gyógyítani, ebből baj lesz, mert az állampolgárságból előbb-utóbb választójog is lesz. Mert nincsen kétfajta állampolgár, természetesen. Értem én ezt. Értem én azt is, persze emögött szó nincs a Fideszben, szent meggyőződésem szerint, a határon túl élő magyar közösségekért viselt felelősség. Mert ha ez lenne, akkor pontosan értené, hogy az a szövege, ami azt mondja, hogy ott kell maradni a szülőföldön, és ezt kell támogatni, meg amikor automatikusan állampolgárságot ad, ez a kettő az egymással szembe megy. Akinek automatikusan állampolgárságot adunk, azok körében a szülőföld elhagyása lényegesen gyakoribb, lényegesen gyorsabb, mint azok, akik nem veszik fel a magyar állampolgárságot. De ne gondolják, hogy mindenki ilyen. Itt nem tudom, hogy ott voltál, Csaba, szerintem nem voltál ott, amikor nem voltál ott, mert nem volt ott az útleveled, és nem engedtek át a határon. Most jut eszembe, amikor az országjárás részeként Baranyában voltunk, átmentünk Pélmonostorra, Horvátországba, könyveket vittünk az ottani magyar közösségnek, az ottani magyar háznak, egy kis busszal sokan, Csaba is ott volt, kiadtuk az útleveleinket, kinézett a határőr, megismerte, nem is csak miniszter volt, nem is rossz miniszter,
Miniszter úr, van-e személyigazolványa? Hát miért kérdezi, drága? Ott az útlevelem. Hát az útlevél van, csak nem érvényes. Személyigazolványa meg nem volt. Aztán kiraktuk a miniszter urat ott a határon. Eltöltött egy kellemes 3-4 órát a gyorsan hűlő őszi késő délutánban, mert nyilván a kabát nélkül jött, de utána felvettük, nem büntettük tovább. De azért meséltem el Prémonostort, akikkel ott találkoztunk. Ugye hát a Horvátország az nem egy nagy magyar közösség. Ott 10 000-en vannak nagyjából. Ennek a többség egyébként azon a tünetben, ott Baranyában. Akikkel találkoztunk, senki nem kérelmezte az állampolgárságot. Senki. Azért, mert azt mondták, hogy úgy gondolják, nem kell a történelmi bajt még egy újjal tetézni. Nem kell. Szóval sokkal vegyesebb ez a kép. Ott tartottam, hogy igen, a demokratikus koalíció ebben az értelemben az a párt, azt gondolom, amely a legbátrabban hazafi, amely a leglényegesebb kérdésekben akkor sem köt kompromisszumot, amikor azt érzi, hogy a választók jelentős része nem ért vele egyet. Nem ért vele egyet, amikor az elnöke időnként megengedi magának, hogy beszéljen a Kádár Nagy Imre dilemmáról, ilyenkor általában le akarnak nyakazni, még az engem szeretők is. Nem cipzározzuk be a szánkat akkor, amikor azt mondjuk, hogy minden nehézség ellenére, ami jött 90 után, nincs szó, nincs lehetőség, hogy még egy rendszerváltozás legyen, mert Magyarország a rendszerváltozással ért el végre oda, ahova történelem meg akart Nyugat-Európához. Ezzel megy most szembe Orbán Viktor. Nem fogjuk be a szánkat akkor, amikor beszélünk erről a drámaian súlyos nemzeti problémáról és annak lehetséges megoldásáról, a határon belül és kívüli magyar közösségek együttéléséről, a Kárpát-Berence egész gondjáról, bajáról. Nem fogjuk be a szánkat akkor, amikor beszélünk, és tettünk, én tettem miniszterelnökként is, hogy túl legyünk már azon, hogy a magyar tragédiák egyike, hogy pénzügyi, gazdasági értelemben összemocskolódott a magyar pártrendszer a nagy pártok világában. Annyi rossz, elfogadhatatlan kompromisszum van, ami öli a magyar demokráciát. Ezt csinálja a demokratikus koalíció kétségtelen. Nagyon sokan nem tudják, hogy létezünk. Minket nagyon sokan továbbra is a Magyar Szocialista Párt részének tartanak. Engem személy szerint ismernek, nagyon sokan ismernek, ahhoz már túl sokan, hogy nem lehet civilként sétálni Magyarország egyetlen egy pontján sem már, de a demokratikus koalíció nevét, önálló pártként való létezését, azt nagyon-nagyon sokan nem ismerik, a mi legfontosabb dolgunk az, hogy ezt megismerjék. Ezen a kampányúton, a vidéki körúton számtalanszor találkoztunk, értünk rajongó, szó szerint nyakunkba ugró és síró emberekkel, döntő többségben azért hölgyekkel, nem urakkal. És amikor végtelen megvoltam milletődve, akkor megkérdeztem, hogy akkor tetszik-e tudni mondani, hogy akkor én melyik pártban politizálok, és zokszó nélkül rávagyják az MSZP-re, természetesen. De ez egy nehéz feladat. Nyilván, ha lenne sok 100 millió forintunk a nagy kampányra, akkor nem kértünk volna maguktól ma 500 forintot fejenként, és ebből gondolhatják, hogy maguktól kértünk 500 forintot fejenként, hogy kifizessük ennek a elképesztően nagy teremnek a bérleti díját, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Azt reméljük, azt gondoljuk, hogy ahogy közeledünk a választásokhoz, sokkal aktívabban érdeklődnek majd a választók politikai iránt, azok is néznek majd politikai műsorokat, akik egyébként korábban nem szoktak, és akkor sokakhoz el lehet jutni, hogy van itt egy párt, amely magát balközépnek,
centrumhoz közelinek gondolja, és amelyeknek nagyjából azok a jellemvonásai, amiről beszéltem. Befejezésül, mielőtt kérdések lesznek, mennyi az idő körülbelül? 3-7? Milyen sokat tudnak maguk beszélni? Hát tényleg? Szóhattak volna, nem vagyok sértődős fajta, akkor, na nem béreltük olyan sokáig a termét, akkor bekeszedünk még 100 forintot fejenként. Nem marad majd idő, energia, hogy akkor beszélj, önök is kérdezzenek. Akkor egy rövid dolgot hadd mondjak el itt a végén. Én az elmúlt 6 évben nagyon sokat küzdöttem. Ezt talán látták. 2006 ősze az éppen 6 éve volt. Én ebben a küzdelemben önmagamat egy percig sem féltettem. Nagy szerencsém van, hogy olyan a családom, olyanok a gyerekeim, akik ezt a küzdelmet meglehetősen büszkén vállalták. Soha komoly retorzió, bánat őket emiatt nem érte, nyilván jó közösségben vannak. És azt gondolom, hogy végtelenül büszkék mindarra, amiért megküzdöttünk, akkor is, hogyha volt küzdelem, amit elveszítettünk, és volt, amit nyertünk. Én úgy látom a körülöttem lévő embereket is a demokratikus koalícióban, Csaba summa cum laude végzett, Ági mehetne bárhova a világon, filtrat nyelvet is beszélve, ő is több diplomával, hogy talán mindegyikünk azért csinálja mindezt, és azért küzd, mert végtelenül hiszünk abba, hogy történelmi értelemben nekünk lesz igazunk. Nekünk. Nem tudom megmondani, hogy hány százezer fognak bennünket támogatni 2014-ben, abban mindegyikünk biztos, hogy benn leszünk a parlament. Hogy kicsi vagy közepes frakcióval, hát a franc tudja. Mondhatom ezt szebben is, de hát tudják, hogy nem szoktam csúnyán beszélni. Vagy csak elvétve, bár akkor ebből nagy balhé szokott lenni. Nem ez az igazi kérdés. Akkor, amikor visszafognom, hogy tekinteni erre az időszakra, és próbálják megérteni, hogy milyen küzdelmek zajlottak itt. 21. század elején a magyar politikában. Semmi kétségem nincsen, hogy előbb-utóbb, hogy ehhez 5 év kell-e, vagy 20 év kell-e, nem tudom. Előbb-utóbb azt szeretném mondani, hogy voltak itt páran, őrült küzdelembe, nem egyszer súlyos vereséget is szenvedve. De a magyar politikában a legvilágosabban látták azt, hogy ennek az országnak, ennek a hazának mi lehet a jövő. Páran, akik ebben az értelemben a magyar történelem legprogresszívabb áramatához tartoznak, és mindenki nagyon sokan ebből az örökségből, hát hosszú küzdelmet kell vívniuk azért, hogy végül elfogadják mindazt, amiért küzdöttek, és hogy sikeresek legyenek. Sokan voltak így. Nem azért tesszük, mert belatunk kerül a történelemkönyvekbe, hanem azért, mert hogyha megértettük már, mi az ország érdeke, akkor kutya kötelességünket szolgál. Akkor nem lehet ebben kompromisszumot kötni, akkor nem lehet ebben gyávának maradni, akkor amennyi erőnk van, azzal ezért küzdeni kell. Önök pedig legyenek arra büszkék, hogy ennek a szerintem leghazafiasabb magyar mozgalomnak, ha többre nem, legalább egy estére a támogatóival vártak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, elnök úr!
Nem is tűnt hosszúnak egyébként, tehát én is meglepődtem, hogy már egy órája beszélt tényleg. Tehát, te is a szép, magas, szép szállegény vagy. Én okos vagyok és szép, tehát. A Feri meg szép szál. Tehát, kedves barát, hogy mi mindannyian azért vagyunk itt, mert a demokráciáért aggódunk. És a mai nap egyik nagyon szomorú tapasztalata volt, hogy 23 éve a rendszerváltozás után odajön egy fiatal ember a kitelepülőpulthoz, aláírja az ívet, azt kérte, hogy ne fotózzák, mert ha meglátják a munkahelyén, akkor esetleg ki fogják rúgni. Ez ma történt. Az is ma történt, hogy nagyon sokan, amikor arról volt szó, hogy szerveztük ezt az összejövetelt, hogy eljöjjenek beszélgetésre, elmenjünk hozzájuk, azonnal azt mondták, hogy igen, igen, jelentkeztek, borzasztó sokan, majd amikor kiderült, hogy sajtónyilvánosság lesz, akkor nagyon sokan lemondták. Tehát borzasztó kevesen merik vállalni a nyilvánosságot, nem bátrak, hogy eljöjjenek ilyen rendezvényekre, félnek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ilyen fortélyos félelem igazgat most bennünket. Nagyon jól megtanulták a fiúk a Bibó szakkollégiumban, hogy a demokrácia annyit jelent, mint nem félni, és nagyon jól tudják, hogy ha félnek az emberek, akkor őket nem lehet leváltani. És ezt borzasztó jól gyakorolják. Én azt gondolom, hogy ezen kell változtatnunk. Egy jó hír azért van, tehát hogyha Kőbányán vagyunk, és ugye a szívünk, legalábbis az enyém nagyon ezért a kerületért dobog főleg, hogy itt Kőbányán például egy ilyen önkormányzati intézményt kiadtak nekünk bérbe. Van olyan kerület a 11., a 21., ahol önkormányzati intézményekben nem szerepelhet demokratikus koalíció. Tehát egész egyszerűen, nem, ha fizetünk érte, akkor sem engednek be. És még egy dolog, hogy itt a testületi üléseken, ha nem is nagy számban, de azért az ellenzéki módosítókat, főleg az enyémeket, azt el szokták fogadni, pedig egyedül vagyok itt, mint DK frakció, és frakcióvezető, mert ilyen hülye rendszer van itt Kőbányán, hogy az egyfős frakciónak én vagyok a frakcióvezetője, és van frakcióvezető értekezve, tehát bocsánat ezért, de hát ez ilyen rendszer. Most választás lehetett. Hát sokat vitatkoztunk, és még egy utolsó sztori, hogy azt is tudjátok, hogy most változott meg Patakiról Kőbánya, ez a nevezetessége, a Kőrösi Csoma Sándor, és az lett a neve, ugye, hogy Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ. Na most ez a név, ez az én névadásom, tehát az én módosítommal ment be. Vitatkoztunk sokáig, azt kérte a testület, hogy olyan nevet válasszunk, amitben 2014-ben nem lesz változás, tehát már ezt mondta a polgármester. Mert hogyha Norbi, te leszel a polgármester, természetesen nem szeretnénk már polgármester lenni, akkor ne változtassuk meg a nevet. Addig vitatkoztunk, beszélgettünk, míg ezt a módosítót ötöltem ki, és erre a Máriusz azt mondta, hogy igazad van. És megszavaztuk egyben, és így lett név, tehát tulajdonképpen a DK adott nevet ennek a kulturális központnak. És akkor... ezen hosszú bevezető után át is térnénk az első kérdésre, ami a demokráciáról szól, hogy hogyan képzeli a DK megvalósítani, hogy 2014 után a valódi alkotmányosságot helyreállítjuk. És alelnök urat kérném, hogyha erre válaszolna. Teszek rá kísérletet. Kezdjük, sokan jó estét kívánok. A gyógyszer egyszerű, elnök úr beszélt róla, az a bizonyos általunk október 23-án is meghirdetett új kétharmad. Ez kell hozzá. Mindenkit óvnék két dologtól. Az egyik az az, hogy kísérletet tegyünk arra, akár csak fejben is, hogy ezt az egyébként tényleg elfogadhatatlan világot, amit itt Orbán nekünk berendezett Magyarországon, ezt a erőszaknak akár egy icipici nyomával próbáljuk megdönteni. Ilyet csinálni nem szabad. Nem szabad. Akkor sem, hogyha iszonyatos feszültség van bennünk. Akkor sem, hogyha úgy érezzük, hogy Jézus Mária, ez a másfél év, ami hátra van, ez tönkre fog minket tenni. Nem szabad. Higgyék el nekem. Inkább még egy év diktatúra, mint egyetlen csepp vér az utcán. Ilyen megoldást nem lehet választani a demokratáknak. Le kell győzni demokratikus módon a Fideszt, vagy ha olyan választási törvényt csinálnak, amiben tényleg feléjük lejt a pálya, amiben ők 11-en fociznak, mi pedig 7-en vagyunk, a mi kapunk 10 méter széles, az övé csak 5 méter széles, és nekik 4 olyan partjelzőjük van, aki mindig lest mutat, mikor mi góra tartunk, akkor is meg kell nyerni ezt a választást. Ez az egyik, tehát amit nem szabad, az erőszak. A másik, amit nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogyha egyszerű többségünk van a következő parlamentben. Ez egy, nem mondom azt, hogy rossz eset, mert akkor is leváltottuk az Orbán kormány, de nem elég jó. Akkor nem mehetünk bele abba,
hogy alkotmányon kívüli módszerekkel állítsuk helyre a 89-es alkotmányt. Tudom, hogy nem jó ez a rendszer. Tudom, hogy iszonyatos csapdák vannak elhelyezve a mostani alkotmányban, ami akár lehetetlenné teszi egy 2010 utáni demokratikus balközép kormányzást. De hogyha mi feles többséggel akarnánk átírni az alkotmányos rendet, akkor pontosan olyanok lennénk, mint a Fidesz. Ha pedig olyanok vagyunk, mint a Fidesz, akkor miért szavazna ránk bárki? Hát pont azért szavaznak ránk, mert mások vagyunk, mert demokraták vagyunk, mert hiszünk az alkotmányosság eszményében, és nem azt gondoljuk, hogy ez, hogy mondta a miniszterelnök a régi alkotmányról, technokrata szabályhalmaz, ha visszatetszenek rá emlékezni. Nem, nem technokrata szabályhalmaz, hanem egy demokráciának a bibliája. Egy valamennyi politikai szereplő által elfogadott alkotmány. Az egypárti alaptörvény nem ilyen, de akkor sem tudunk kétharmad nélkül szembe menni vele. Ha megvan a kétharmad egyszerű a helyzet, azt kell csinálni, amit elnök úr mondott. Vissza kell állítani a 89-es alkotmányos rendet, a konszenzusos demokráciát. El kell küldeni mindenkit, aki az alkotmányellenes világban szerezte a megbízatását legfőbb ügyésztől Handó Tündéig, és nem sorolnám tovább, de egy dolgot nem szabad. Új alkotmányos rendet csinálni az akkori ellenzék nélkül. Arra jogunk van kétharmaddal, arra felhatalmazást kapunk kétharmaddal, hogy visszaállítsuk a konszenzus világát a demokrácia 2010 áprilisi állapotában. Arra nincs jogunk, hogy új alkotmányt, új kétharmados törvényeket csináljunk az akkori ellenzék nélkül. Azért nincs jogunk, mert ahogy nekik nem volt joguk visszaélni a kétharmaddal, úgy nekünk nem lesz jogunk visszaélni a kétharmaddal, mert ugyanolyanok lennénk, mint ők. Arra lesz jogunk a kétharmaddal, hogy visszaállítsuk a 2010 áprilisi állapotot. Ha majd új alkotmányra van szükség, lehetséges, hogy új alkotmányra van szükség, akkor azt az akkori ellenzékkel közösen kell megcsinálni. Ha visszaemlékeztek rá, 94 és 98 között kétharmadunk volt. Felmerült annak az igénye, egyébként szerintem jogosan, hogy új alkotmányt kell csinálni, már csak azért is, mert a 89-es alkotmánynak az az első sora, hogy Magyarország ideiglenes alkotmánya. Hát az ideiglenes az egy olyan dolog, hogy előbb-utóbb véget ér. Hát a szovjet csapatok is csak ideiglenesen voltak nálunk, de azért egy 30 év múlva mégiscsak elmentek, vagy hát majdnem 40. Amikor ez a kérdés felmerült, akkor az akkori balközé, balliberális koalíció, még Horn Gyula kormányáról beszélek, azt mondta, hogy megvan a kétharmadunk az alkotmányozáshoz, de az nem egy technikai szám. Ellenzék nélkül nem alkotmányozunk, ezért alkottunk egy olyan szabályt, hogy csak 4/5-del lehet az alkotmány koncepcióját elfogadni. Saját magunkat korlátoztuk, saját szárnyainkat nyesegettük le, mert itt tartottuk jónak, jogállaminak és demokratikusnak. Higgyék el nekem, így volt jó. Így volt jó. Mert fennmaradt az az étosz, amiről egyébként ma Sólyom László alkotmánybírósági elnök és köztársasági elnök úr írt. Nem tudom, tetszetek-e olvasni, elég nagy terjedelemben foglalkozott ezzel ma a sajtó. Az, hogy az alkotmány az egy mély elv, a sokkal nagyobb és tiszteletre méltóbb dolog, mint ami a szavakban le van írva. És ezért lehet alkotmányellenes az alkotmány, mondja Sólyom László, és azt gondolom, hogy a mai alaptörvény az az első betűjétől az utolsóig alkotmányellenes. Szóval ez a dolgunk, nem élhetünk vissza vele, nem lehetünk erőszakosat, nagyon nagyot kell nyerni a következő választáson. Köszönöm szépen. És ugye ehhez kapcsolódik Székely Mihály kérdése, hogy a szerzett jogok elvétele kapcsán mit gondol a DK, hogy hogyan tudjuk ezeket rendezni? Tehát itt ugye a nyugdíjra, a rendőrségi nyugdíja, a korhatár előtti nyugdíjakra gondol főleg, és a visszamenőleges jogalkotásban, hogy mit tervezünk? Tök fölösleges leülni. A visszamenőleges hatályú jogalkotásnál egyszerű a helyzet. Ilyet egy demokratikus kormányzat nem fog csinálni. Nem azért nem fog csinálni, mert attól fél, hogy az alkotmánybíróság megsemmisíti, hanem azért nem, mert a mi tisztességünkkel az a dolog egész egyszerűen nem fér össze. Mi ilyet nem csináltuk korábban sosem, és ezután sem fogunk. Egy esetben lehet visszamenőleges hatályjogot alkotni, hogyha az plusz jogot ad. Például visszamenőleges hatállyal lehet például nyugdíjat emelni. Csináltunk is ilyet.
jogot elvenni, korlátozni, szigorítani, azt nem lehet visszamenőleges hatállyal. De adni, azt lehet, nyilvánvalóan csináltuk ezt korábban. Azt hiszem, ez egyszerű probléma, ezt mi meg fogjuk oldani, hogyha 2014-ben Magyarországon demokratikus kormányzat lesz. A sokkal bonyolultabb, és muszáj ebben őszintén és tisztességesen beszélnünk, hogy mit csinálunk azokkal a emberi helyzetekkel és hatalmas pénzekkel és vagyonokkal, amiket elvett az Orbán kormány. A magánnyugdíj pénztárak államosítása, ez egy igazi szörnyűség volt. Szörnyűség volt azért, mert pillanatnyi politikai túlélés reményében a kormány felélte a jövőt. Elodázott egy problémát. Azt mondta, hogy lehet, hogy a következő néhány évben, mivel elvettük ezt a 3000 milliárd forintot, ezért finanszírozható lesz a költségvetés, és viszonylag alacsony lesz a hiány, de annak az lesz majd az ára, hogy eljön az idő, amikor a Norbi nyugdíját, meg az én nyugdíjamat nem fogja tudni kifizetni az állam, mert ezek az előzetes takarékoskodások, ezek megszűntek. Ez tehát rossz volt, ezt mi nem támogattuk, és szembe mentünk vele, ott, ahol tudtunk. De nem tudjuk azt mondani Magyarországnak, hogy 2014-ben az állam visszaadja a magánnyugdíj pénztári takarékoskodások összegét. Nem tudjuk ezt mondani, mert az a pénz már nincsen meg, vagy legalábbis a nagyobbik része nincsen meg. Egy részéből kétségkívül államadósságot csökkentettek, de ez inkább a kamu része volt, nagyobb részét évi 400-450 milliárd forintot egész egyszerűen folyófizetésekre felélnek belőle. Vagyis ilyen típusú visszacsinálás nem lehet ígérni. Nem tudjuk azt mondani, hogy mindenki utána visszaállíthatja a jogállását a magánnyugdíj pénztárakban és visszakapja a megtakarításait. Ez egész egyszerűen nem lenne tisztességes. Kicsit más a helyzet a különböző szolgálati nyugdíjaknál, amit a Norbi mondott. De hasonló a helyzet egyébként most a bíráknál, akik ugye 8 évvel előre hozták az ő kötelező nyugdíjkorhatárukat, amit mind a Magyar Alkotmánybíróság, mind az Európai Unió luxemburgi bírósága megsemmisített. Nyugdíjkorhatárt emelni Magyarországon, megint tisztességesen beszélek, mert nem lehet mellé beszélni, azt kell. A mi kormányunk az el is kezdte egyébként a fokozatos nyugdíjemelést, a végén talán megerősít a miniszterelnök úr, már Bajnai Gordon volt a miniszterelnök, ugye, amikor a ezzel kapcsolatos, ugye 65 éves folyamat, az még nem? Igen, igen. De lényeg az, hogy még a mi kormányunk idején döntöttünk, úgyhogy fokozatosan, de 62-ről 65 évre emeljük Magyarországon a nyugdíjkorhatárt. Két egyszerű oka van. Van egy ilyen örömteli és olyan oka, aminek valamennyien örülünk, tovább élünk, nyilván akkor tovább is dolgozunk. A másik pedig az, hogy máshogy nem volt finanszírozható hosszú távon a nyugdíjkassa. Vagyis felmenő rendszerben. Azoknak jó előre megvonva, akik még nagyon messze vannak a nyugdíjkorhatártól, ott lehet nyugdíjkorhatárt emelni. Egy dolgot nem lehet csinálni, hogy derültékből villámcsapásként valakinek a nyakába dobni ezt. Nem lehet azt mondani a rendőrnek, hogy te már szolgálati nyugdíjat szereztél, de holnap menjél vissza dolgozni. Nem csak azért nem lehet egyébként mondani, mert ez tisztességtelen, hanem azért is, mert nincs hova. Hova menjen visszadolgozni? Nem fog kapni olyan állást, nem fog kapni olyan beosztást. Azt halljuk a rendőröktől, hogy akiket visszakényszerítettek szolgálatba, az lehet, hogy előtte 25 évig tisztességesen dolgozott és már tiszt volt, most pedig gépjárművezető. Nem lehetett visszahelyezni a korábbi állásába, fizetésébe és pozíciójába. Nem tudta ezt nekik megmondani senki. Ugyanez a helyzet egyébként a honvédségnél, vagy az egyéb olyan szervezeteknél, ahol szolgálati nyugdíjak voltak. A bíráknál is megcsinálhatja azt a kormány, azt hiszem alkotmányosan, hogy nagyon hosszú átmeneti idővel elkezdi csökkenteni 70 évről le a bírói nyugdíjkorhatárt, mondjuk az általános nyugdíjkorhatára, de ez nem vonatkozhat azokra, akik már nyugdíjba mentek, és vagy akik nagyon közel vannak a nyugdíjkorhatárhoz, hanem nyilván csak azokra, akik erre 10-20-30 évig még a karrierjük elején fel tudnak készülni. Ilyet lehet csinálni, de megint nem tudom azt mondani önöknek, hogy ezt a dolgot, akit ilyen mély, méltánytalan sérelemért, azt egy ilyen varázsintésre, vagy ütésre, vagy hogy szokták ezt mondani? Varázsütés?
Ez egy igazi képzavar, ugye? Ez a varázspálcával való suhintás. Ezt fogom önöknek javasolni. Szóval ilyennel visszahelyezni az állásába, vagy a nyugdíjjogosultságát helyreállítani, mert ez megint egy felelőtlen ígéret lenne. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy kutya nehéz, cudar, ugye úgy fogalmaztál, másfél év áll előttünk. Ha tisztességesek vagyunk, akkor ezt a mondatot tovább mondjuk. Miniszterelnök is gyakran tovább szokta mondani, most legutoljára egy rádiós nyilatkozatában, hogy ami utána jön, még az is cudar lesz akkor is, hogyha megtörténik a kormányváltás. Az egyik nagykövet, nem mondom önöknek, hogy melyik, egy észak-európai országnak a Budapestre akreditált nagykövete, azt mondta nekünk, hogy amit rombolt Magyarországon Orbán, azt egy kormányváltás után 10 év alatt nem fogja tudni Magyarország helyreállítani. Én ennél jóval optimistább vagyok. Szerintem ez egy lényegesen rövidebb idő alatt fog menni, de csak azért mondtam példának, hogy aki messziről látja, aki gépen száll fölébe, az lehet, hogy tisztában látja, hogy mi zajlik Magyarországon, mint mi, akik hát ezt a egyre cudarabb sorsot éljük. Hát igen. Varga Mihály következő kérdése, ugye a rombolás tovább folytatódik, ugye beterjesztették, hogy a Magyar Vöröskeresztet államosítani fogják és a vagyonát, ugye sehol a világon nem így működik. Tudunk-e tenni valamit? Bent van a törvényjavaslat, hogy gyakorlatilag, ugye, ha jól tudom, Hazur Győr is ezért mondott le a Vöröskereszt vezetéséről. Én azt gondolom, hogy ez ügyben is majd a DK-nak nyilván lépnie kell. Van-e valami lehetőség? Nagyon röviden mondom, mert ugye a kétharmados gőzhenger világában hát elé feküdni a dolognak lehet, de megakadályozni általában nem, de hogy tiltakozni kell, az teljesen bizonyos. Egy egyszerű példát mondok, nem csak az államosítás kapcsán, mert az tényleg egészen elképesztő. Azt akarja állítólag, még nincsen beterjesztve a törvény, azt akarja elérni, hogy kötelező legyen a Vöröskeresztnek a szabad forrásait magyar állampapírba fektetni, és egyébként is a számláját a magyar államkincstárnál kell vezetnie. Drága barátaim, tegye már fel a kezét ebben a teremben, aki szívesen rábízza a pénzét Matolcsi úrra. Hát nem látom a tömeges jelentkezést, ugyanez a helyzet a Magyar Vöröskeresztnél is. Hát ez egy több mint 100 éves intézmény, ez jól működik, ez magánadományokból, nem a magyar állam pénzéből él. És akkor bízzák rá akár csak 3 percre ezekre a kóklerekre azt a egyébként nagy, fontos és mindenkit szolgáló vagyont, ami a Magyar Vöröskeresztnél van. Egészen elképesztő. Ha a parlament ez a dolog bekerül, én nagyon bízom benne, hogy megjön az eszük, akkor hát igazi DK-s csinálatával fogják szembe találni magukat, akik ezt meg akarják csinálni Magyarországon. Köszönöm. Varga József kérdezi, hogy a vallásszabadság felszámolása ugye megtörtént gyakorlatilag szinte, hogy ebben tudunk-e majd valamit lépni? Tehát mondjuk ebben azért egy törvényalkotással lehet, de hát egyáltalán lehetséges-e? A helyzet megint bonyolult, hiszen a vallásszabadságról, illetve az egyes egyházaknak az egyházként való elismeréséről az új alaptörvény is rendelkezik, és kétharmados törvény is rendelkezik, úgyhogy még egyszer mondom, új kétharmad, tetszenek tudni, elsősorban az kell hozzá. De még enélkül is lehet ezen segíteni. Egészen elképesztő, hogy egy olyan szabály született a 21. század Európájában, itt a pici kis hazánkban, ahol egy parlamenti bizottság dönt arról, hogy mi az egyház, meg mi nem. Nem az egyház tagjai döntenek erről, és végső soron nem egy bíróság veszi őket pusztán technikailag a regiszterbe, ez volt korábban, hanem leülnek meglett politikusok, és elkezdik majd vizsgálgatni, hogy ennek az egyháznak a tanai, legyen az keresztény egyház, mohamedán, buddhista vagy bármilyen, annak a tanai, azok valójában megfelelnek-e annak, hogy az egyház legyen, és hogyha ezt nem tudja eldönteni a meglett parlamenti képviselőkből álló bizottság, akkor majd kikérik ebben az ügyben a Magyar Tudományos Akadémia véleményét. Ez egy tudományos kérdés. Ez egy politikai kérdés, hogy mi lehet egyház, vagy mi nem lehet egyház egy országban. Egészen elképesztő, hogy ott van Iványi Gábor egyháza, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ami 20 éve,
de inkább lehet, hogy több mint 20 éve működik Magyarországon. Nagyon széles körű karitatív tevékenységet csinál. Iskolákat tart fenn, a legszegényebbek felé fordul, ezért nagyon szorosan követi a krisztusi tanítást. Erre ki lehetett mondani ma Magyarországon azt, hogy nem minősül egyháznak, hanem legjobb esetben is valami vallási egyesület, vagy valamilyen ilyen hasonló elnevezést adtak neki. Van egy kiskapu a törvényben, és befejezem. Lehet, hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni azt a szabályt, hogy Magyarországon a parlament dönt ebben a kérdésben, és nem a egyházaknak a tagjai, mert ehhez kétharmad kell. Ha megvan a kétharmad, megváltoztatjuk. Ha nem, akkor pedig tudják, mit csinálunk. Elismerjük az összeset. Ott a parlamentben, bármelyiket. Ami régi szabályoknak megfelel, hogy 100 ember összejön, ez volt a régi szabály, 100 ember összejön, és azt mondja, hogy mi egyház vagyunk, és emellé elmondják, hogy mi az ő alapvető hittételeik, ez a három feltétel, vagy ez kettő? Mindösszesen, akkor azt fogjuk mondani, hogy működjetek egyházként. És hogyha vannak, mert a Fidesz erre hivatkozott, ha vannak visszaélések egyházi státusszal, mert néhányan üzleti szempontokból alapítanak egyházat, akkor ezt majd ellenőrizni kell. Oda kell küldeni az adóhivatalt, meg oda kell küldeni az állam egyéb ellenőrző szerveit, ami majd megnézi, hogy igaz vagy nem igaz. De nincs olyan, hogy valakit eleve bűnösnek tekintünk. Nincs olyan, hogy mindenkit, ami egyház, és nincsen benne a klasszikus történelmi egyházak között, az biztos valamilyen család szándékkal jön létre. Meg fogjuk találni a lehetőségét annak, hogy Magyarországon a vallási közösségek azok normális egyházként működjenek, ha a fene fenét eszik akkor is. Köszönöm, és úgy látszik, hogy ilyen jogi jellegű kérdések továbbra is. Ugye van ez a vicces szervet, ez a TEK, és azt kérdezik, hogy az AVH utód szervezetének minősül ez? Tehát olyan jogosítványokat kapott, és hogy jogilag mit lehet ezzel tenni? Nyilván képletesen értik az AVH-t, mert hát jogilag már nem utódja. Tényleg nagyon röviden, hát nyilván nem az AVH, a terülelhárító központ, és a terülelhárító központnál tisztességes, becsületes rendőrök százai dolgoznak. Nem kell őket bántani. Nem az ő működésükkel van a baj. A baj az, hogy Magyarországon megint csak kétharmaddal, ez a mániájuk ez a kétharmad, megint csak kétharmaddal bebetonoztak egy olyan szervet, amire egész egyszerűen nem volt szükség. Magyarországon az államszervei korábban elvégezték a terrorelhárítási feladatokat, mert ez az egyik dolga a TEK-nek, és elvégezték azt a feladatot is, hogy vigyáztak a miniszterelnökre, meg vigyáztak a köztársasági elnökre. Erre új szervre nem volt szükség, arra meg pláne nem, hogy éves szinten több mint 10 milliárdot költsünk rájuk. Jelenleg a TEK-nél dolgozó felső vezetők, azok menőbb luxusautóval járnak, mint a miniszterek. Most nem a minisztereket sajnálom, hanem nem tudom értelmezni, hogy ez hogyan történhet meg Magyarországon. Nem lesz TEK, ha kormányváltás lesz Magyarországon. A munkát elvégezzük, hogy elvégeztük korábban, erre a szervezetre meg nincsen szükség. Igen. És akkor még egy utolsó kérdés igazából, ez miniszterelnök úrhoz érkezett, hogy mi fog történni 2014 után? Hegyi Ferencnél kérdezi, hogy hittünk, hiszünk önben, ön miatt lettünk tagjai a DK-nak, igaz-e, hogy 2014 után nem vállal politikai szerepet? Hát 2014 után 2015 fog következni. Minden tudásunk szerint. Érzékelem, hogy a tegnapi szövegemből, erre sokan fölkapták a fejüket. Nem tudta aludni, drága? Hát miért nem hívott föl? Későjjelig olvastam. Olvasták a Sorel-házat? Sorel-ház. Salamon Pálnak a... Azt olvastam tanap éjjel. Megrázó. Ha másért, tanap este arra gondoltam, hogy majd legközelebb, ha megkezdik tőle, miért vagyok baloldali, azt fog mondani, hogy olvassák ezt a könyvet, ha meg fogják érteni. Kitűnő három generáció életét leíró családregény. Kárpátaljában kezdődik a történet, aztán itt folytatódik a 20. században végig. No, de hogy válaszoljak a kérdésre. Nézzük, egész egyszerűen csak normális szeretnék lenni, amikor ilyeneket kérdeznek le, hogy mi lesz velünk.
Ki a csuda tudja, most mondják meg nekem. Ki a csuda tudja? Ott fejeztem be a korábbi szövegemet, hogy küzdünk. Küldöttünk eddig is, és küldeni is fogunk. Azt szeretném, hogy 2014-ben ágyőzzünk, és nyilván az az ambícióm, hogy a demokratikus koalíció belegyen a parlamentben. Ha hiszik, ha nem, ezek izgatnak, ezek mozgatnak. Voltam miniszterelnök ennek az országnak, büszke vagyok rá. Nem az mozgat. A szövegem az akart lenne, amit önöknek is tudok nagyon normálisan, vagy ilyen hétköznapi módon elmondani, hogy végtelenül felszabadító, amikor egy politikust már nem az vezeti, hogy ő vele személy szerint mi a csoda fog történni. Tényleg. Rám nem azért kíváncsiak ma az emberek, mert hogy a demokratikus koalíció elnöke vagyok. Nem ezért. Nem azért kíváncsiak rám az emberek, mert ott ülök a magyar parlamentben. Azért kíváncsiak, mert az elmúlt évek küzdelmeiben, közte amíg miniszterelnök voltam, valamit megtudtak rólam, és úgy gondolják, hogy amit én gondolok, az nekik izgalmas. Az érdekes. Ahhoz ilyen-olyan módon lehet, kell viszonyulni. Csak arra akarok utalni, hogy majd sokkal jobban foglalkoztat az, hogy mi lesz az országgal is, mi lesz ezzel a fiatal párttal, mint hogy én velem mi lesz 2014-ben. De hát egy pár dolgot elmondtunk. Nekem nincsen semmilyen ambícióm, hogy miniszterelnök legyek. Sokszor elmondtam, most már talán is hiszik, azt hiszem. És akkor most mondok még egyet, csak azért, hogy az itt ülő MT-s kollégának is legyen valami dolga. Nyilvánvalóan nem leszek kormánytag. Nyilvánvalóan. Én egy elég erős személyiség vagyok. Azt hiszem, könnyebb a kormányfő dolga, a leendő kormányfő dolga, hogyha az egyik elődje az nem ott a kormányban. Mert ez nem politikailag, ez emberileg, vezetési értelemben egy nehéz feladat. Szerintem nagyjából ennyit lehet tudni. Hát akkor engem ismer, az azt gondolhatja, hogy nem fogok vidéki magányomban visszavonulni, arra fogok törekedni, hogy sikeresek legyünk mi együtt, közösen. Nem akarok ilyen ózsdi szöveget mondani, hogy majd oda megyek, ahova engem állít a párt, mert azért talán ennél is önállóbb vagyok. De valami mély nyugalom vesz erőt rajtam, amikor ezen nem nagyon sokat kell gondolkodni, mert a legfontosabb eldőlt, azt hiszem. 14-től más fogja vezetni az országot, és azt hiszem olyanok, akiket mi jó szívvel tudunk támogatni. Nekem pedig az a dolgom, hogy azt az embert támogassam, ennél nincsen, azt hiszem, hogy fontosabb. Hát ez fog majd velem történni. Nagyon szeretném megköszönni, hogy eljöttek ma este. Nem tudom, hogy mondasz te zárszót. Nagyon szeretném megköszönni, nekem eljöttek, és végtelenül boldog vagyok, hogy lehetőséget adhatok drága barátunknak, Norvinak, egy zárszót mondjon. Mi Csabával elköszönünk önöktől. Csab, te jössz? Igen, illetve nem véglegesen, mert ugye a dedikálás még most fog következni, úgyhogy aki szeretné dedikáltatni a könyvet, elnök úr itt fogja dedikálni. És nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy eljöttek, nagyon szépen köszönöm elnök úrnak ezt a kiváló beszédet, és Csabának, hogy kérdésekre is válaszolt. Remélem, látjuk még önöket itt ezen a kiesés forradalmi kőbányán, úgyhogy örülök, hogy itt voltak. Viszontlátásra!